Véletlenül jártam el, bár véletlenek nincsenek, úgyhogy biztosan szándékosan erre kellett jönnöm. Amikor rácsodálkoztam, hogy hoppá, Restén templom épül, el se tudtam képzelni. Úgy megfordult a fejemben, hogy de jó lenne, Istenem, de jó lenne, hogyha keresztutat, hogy valami képet rendelnének tőlem. Aztán ilyen félelmetesen bekövetkezett a dolog. Amikor megkerestek Bodnár Ferenc, a falu polgármestere, hogy elvállalnám-e a templom belső terének kialakítását, egy kicsit meglepett a dolog, de természetesen igent mondtam rá, hát világos, hogy elvállalom. Nem tudtam még, hogy mi mindennel fog ez járni, azt hittem, hogy megfesteni a keresztút képeit, azt minden további nélkül. Aztán fokozatosan kiderült, hogy ő szeretné, hogyha az egész egy egységes kézvonal, meg elképzelés vagy szellemiség alapján lenne, és hogy a többit is nem vállalnám el. Hát mondom, az általam vezetett képzőművészeti csoport, a rovás, olyan művészekből áll, akikkel nagyon szívesen és örömmel dolgozok együtt, és megtervezem, ők pedig hát a saját professziójukban valószínűleg el is vállalják a kivitelezést. Elvállaltam, megterveztem a padokat, az oltárt, a szedeszt, a minisztráns székeket, majdnem mindent. És aztán a barátaimmal közösen konzultálva hoztuk létre az egész belső teret. Az én formavilágom, az én stílusom olyan, hogy azt, ha akarja valaki, azt meg is érti. Az, ami az előtérben látható, ez valójában olyan, mint a kezdetek templomi festményei, hogy az írni-olvasni nem tudók számára közel hozzá a Bibliát. Én pedig ezekkel a képekkel az érteni nem tudók számára szeretném közel hozni a Bibliát. Ezért valójában az, ami a háttérben zajlik, össze van bár hozva az előtérrel, de egy kicsit más. Az előtéren is átüt, mint hogyha egy ablakon keresztül tükröződne vissza, hogy benézünk egy terembe, bent látjuk ezeket a figurákat, ahogy találkoznak egymással, ahogy szétválnak, ahogy érintkeznek egymással, ahogy elesnek, ahogy az egész sztori zajlik. És közben az ablakon meg megjelennek bizonyos furcsa erezetei a külső világnak, vagy annak a másik világnak, a transzcendens világnak, amely ugye érzékeinken túl van, tehát, de mégis valahogy sejthető. Nem érzékelhető, de mégis valahogy talán sejthető. Vannak itt realisztikusan kifejtett gondolatok, testek, mozdulatok, amelyekkel nem kell túl sokat gondolkodni. Az, ami a háttérben zajlik, az meg ugye a háttér. Nekem az az előtér.